Sziasztok, ez egy aknakereső gameplay lesz. Sziasztok, ebben a videóban egy redstone szerkezetet fogok mutatni, ami... Hová mész? Ami inkább látványos, mint bonyolult. Meg is tudom mutatni. Csináltam egy kis ablakot, ennyi az egész. De hát ma már nem is olyan... Hát jó... Kicsit furán hangzik, de nem is olyan könnyű, bonyolult szerkezetet csinálni. Persze nem teljesen így van, hiszen egy parancsból rengeteg mindent el lehet érni. Főleg az execute-tal, fú. Szóval, a mai szerkezetben az entity datát és két új taget komboztam össze. Ez a NoAI és a Silent. Ezek viszonylag új tagek. A Silent a moboknak van, és azt tudja, hogy nem ad ki hangot, tehát elnémítja. A NoAI pedig szobrot csinál belőle, nem fog mozogni, forogni, semmit nem csinál, még le se esik, tehát mintha egy blokk lenne belőle, azért nem akad bele a játékos, ugyanúgy átmegy rajta. Sebződni azt tud, arra ott van a sebezhetetlenség, arra van egy másik tag. Na de... Na jó, hát akkor kezdem a bemutatóval, hiszen elvégre egy látványos tuccot akarok mutatni. Ha használom a botot, akkor... Ej, elkéstem, na még egyszer. Tehát ha használom a botot... Akkor mindent elnémít, és bekapcsolja ezt a NoAI-t. És ha még egyszer használom, akkor visszakapcsolja őket. Igen, szebb lenne, hogyha nem mozogna, de az animáció az más téma. Jó, akkor most kiszökök. És visszakapcsolom őket. Tehát így működik, illetve most mondom, hogy működik. Ez a kettő ugye a szokásos fill clock. Fölvettem egy score-t, hogy hányszor használom ezt a keraton sticket. Most megint megmutatom, hogy ez hogy van. X stat pont useItem.minecraft.keratonstick. Így néz ki. Jó. Ez a parancs azt ellenőrzi, hogy egy-e ennek az értéket. Tehát használom a botot először. Akkor ugye küld a jelet ennek a command blocknak. Ez egy entity data. Minden entitás, ami nem játékos, azt jelenti ez a rész. NoAI 1, Silent 1. Tehát ne legyen mesterséges intelligenciája, és ne beszéljen, vagy ne adjon ki hangot. A másik ugyanez csak kettővel, tehát ha másodszorra használom, akkor ugye mindent kikapcsol, és lenullázza ezt a keraton sticket, amit én botnak neveztem el. És ennyi. A figyelmesebb és vagy tapasztaltabb restonosok azok észrevehették, hogy ezt egy parancsból is meg tudtam volna csinálni. Illetve hát három command blockból úgy értem. Tehát, hogyha használom az execute-ot, ide test for head azt írom, hogy execute, és bemásolom ezt a részt. Azért nem akartam így, mert ha... Tehát, ha használom egyszer a botot, akkor végig egy lesz az, tehát egy lesz a score, ott egyen áll, úgyhogy folyamatosan fogja futtatni azt a parancsot, ezt a parancsot. Tehát minden mobon végrehajtja ezt a változtatást, ami hogy is mondjam, több művelet, vagy több entitása művelet, mint hogyha csak egy test for van, akkor ugye csak a játékos néz is. Sőt, itt úgy fogalmaztam meg, hogy egy játékos nézzem. Úgyhogy emiatt, persze ekkora méretben nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy terhelne a gépet, de ebből a szempontból csináltam így. Igen, execute-tal is lehet. Jó. Oké, a pálya letölthető, és a kézikönyv jó jön titeket. Sziasztok!